A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 21 napi rendi pontot tárgyalt ma. Hangsúlyosan foglalkoztak a terület szabályozási rendelettel, illetve az idei év költségvetés módosításával. Ami a Jávorka iskola mögötti önkormányzati területeknek a szabályozását fogalmazta már meg úgy, hogy arra az a két projekt, ami készül, egyrészt a sportpályák építése, másrészt a kosárlabda csarnok építése, ennek az építési engedélyeit el lehet kezdeni, és bízunk benne, hogy pályázati támogatással meg is valósulnak jövőre ezek a projektek. A másik fontos dolog a költségvetés módosítás. Ugye májusban volt az utolsó költségvetés módosítás ebbe az évbe, és azóta eltelt képviselőtestület döntéseket próbálták a hivatal dolgozói forintosítani, és ebből látszott az, hogy mennyit költöttünk el a tartalékból, milyen bevételeink születtek, kaptunk az állattól plusz bevételeket, és természetesen, illetve körülbelül olyan 38 millió forintos tétel az, amit szeretnénk még pluszba elkölteni az év hátra levő részébe, főleg járdák, közutak építésére, gyakorlatilag van olyan jellegű munka, aminél szeretnénk ugye sok volt a fűnyírás, kiegészítenek is városüzemeltetési költségeket, de összességében úgy gondolom, hogy egész jó módosítást tudtunk elfogadni, és ezzel már gyakorlatilag irányt szabtunk annak, hogy az év végének a hátralévő részét is tudjuk megoldani a pénzügyileg. Az első fél év gazdálkodásáról szóló beszámolót is tárgyalta a bizottság. Jelentettem a tatajaknak, hogy nagyon jól áll a költségvetésünk a tervezethez képest. Igaz, hogy elmaradtunk mind bevételbe, mind kiadásokba, de gyakorlatilag egyensúly az megmaradt. Örülünk neki, hogy várhatóan olyan plusz bevételek is jönnek, hiszen a gazdasági növekedés eljutott a tatai vállalkozókhoz, cégekhez. Jelzések vannak, illetve az első fél éves májusi adatok feldolgozása alapján látható, hogy van növekedés, és ebből még plusz bevétel is várható. Az önkormányzat képzési együttműködési megállapodást szeretne az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel. Ez is téma lesz a testületi ülésen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel egy olyan szerződés tervezetet javasol polgármester úr aláíratni, ami úgy gondolom egy országos, sőt európai szintű oktatási központnak a lehetőségét szeretnénk elvetni Tatán pedagógus képzés tekintetében. A általános és középiskolás természettudományokkal foglalkozó pedagógusoknak a képzését szeretnénk az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel itt megvalósítani. A másik nagyon fontos dolog, amit szintén sokakat érdekel, a Tiszti Klubnak a sorsánáról döntöttünk megint. Ugye korábban már aláírtuk a vagyonkezelési szerződést, amit az állam ugye átruházta az önkormányzat tulajdonába. Én azt gondolom, hogy Tata katonaváros, nagyon sokat köszönhetünk a katonáknak, mind kulturálisan, mind gazdasági életben, mind bármilyen tekintetben, katasztrófa helyzetben nagyon sok egymásra utaltság van, és ez természetesen a város ez pozitívan áll ez a kérdéshez, hogy ezeket a civil szervezeteket is egy külön szerződés keretében tudjuk biztosítani azokat a működési tevékenységüket, feltételrendszerüket, hogy továbbra is legalább még ennyi ideig tudjanak működni a városban, mint eddig működtek.